Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz. Nektek, akik hallgattatok engem, ezt mondom. Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Azokkal, akik átkoznak titeket, mondjatok áldást, és imádkozzatok rágalmazóitokért. Ha arcul itt valaki, tartsod a másik arcodat. Annak, aki elveszi a köntösödet, adod a ruhádat is. Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és aki elveszi, ami a tied, attól ne kérd vissza. Úgy bánjatok az emberekkel, ahogy szeretnétek, hogy veletek bánjanak. Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket is szeretnek, milyen jutalmat várhattok érte Istentől? Hisz a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. Ha csak azokkal lesztek jók, akik veletek is jót tesznek, milyen jutalmat érdemeltek? Hisz ezt a bűnösök is megteszik. Ha csak a visszafizetés reményében adtok kölcsönt, milyen hálára számíthattok? A bűnösök is kölcsönöznek a bűnösöknek, hogy ugyanígy kapjanak vissza. Szeressétek inkább ellenségeiteket. Legyetek, tegyetek jót, adjatok kölcsönt, és semmi viszonzásra ne várjatok. Így nagy jutalomba részesültök, és fiai lesztek a magasságbelinek, hisz ő jóságos a hálatlanok és a gonoszok iránt. Legyetek tehát irgalmasok, amint atyátok is irgalmas. Nem újtottok ítéletet senki fölött, és akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Ne ítéljetek el senkit, és akkor titeket sem ítélnek el. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsájtanak. Adjatok, és akkor ti is kaptok. Jó, tömött, megrázott, és túlcsordul a mértékkel ér, mérnek majd öletekbe. Mert amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek majd nektek is. Mai mottunk, mert ha csak azokat szeretitek, aki titeket is szeretnek, milyen jutalmat várhattok érte Istentől? A múlt vasárnap Jézus azzal sokkolt a tanítványait, hogy azokat mondta boldognak, akik a többség véleménye szerint nem azok. De persze szívesen tűnünk nagy lelkűnek, jónak, így a boldogság mégis lehet jutalma azoknak, akik Jézus követik a szegénységbe. Megéri. Mielőtt elbíznánk magunkat, Jézus újabb, provokatív meghívással áll elénk. Szeressük azokat, akik gyűlölnek minket. Itt nem valami érzelgőségről, szentimentalizmusról van szó. Nagyon is gyakorlatosan arra buzdít, hogy ne viszonozzuk az erőszakot. Hozlét helyében jót adjunk. És kölcsön, azzal, hogy a jót önmagáért tesszük, ne bármiféle jutalomért, bár igaz, hogy ezt is kilátásba teszi annak, aki valóban nagy lelkű. Mindez eléggé zavarba ejtő. Végül egyfajta kölcsönösség mégis létrejön, de azt maga Isten hozza létre. Mert a mérce, a minta, Isten. Ő az, aki megmutatja nekünk, hogy ellenszolgáltatást nem várva szeret. Sőt, minden jót, amit a fele barátnak, a másik embernek teszünk, Isten maga hálálja meg nekünk. Túlcsordul a mértékkel.